Mivel a gonoszság megszaporodik, ezért a szeretet sokakban meghidegül. Sziasztok, Attila Sziasztok. És Lukász vagyunk, vagy Lukász és Attila vagyunk, Isten királyságából, és mint tudjátok, hogy a Lukász beszél magyarul, és bele fog néha szólni, amikor jön egy profetikus gondolat. Ugye ismeritek a 1. Korintus 14-ből az, hogyha az egyik szól, de a másik kap menet közben kijelentést, akkor az első hallgasson. Ámen? Igen. Na most képzeljétek el, hogy időnként azért találunk olyan gyülekezeteket, ahol még nem ez a bolondság megy, ez a gazdag tipsi-tapsi, megtérőim a fogad be Jézust a szívedbe, lany melegség, hanem azért van egy-két hely, itt-ott hála Istennek, ahol még a megtérést hirdetik, igaz, Lukasz? Igen. És ahol tényleg úgy van, hogy nem a program szerint megy a dolog, hanem hagyják a Szent Szellemet dolgozni, dicsőség az Úrnak, és találkoztunk egy olyan pásztorral, aki nem kunyerálásból építette fel a gyülekezetét, hanem tényleg a térdein, hála Istennek, és dicsőség az Úrnak, ő érte az Úr ágya. Hát vannak még normális lelki pásztorok is, és még ugye Pálnál is volt az, hogy időnként zsinagógai előjáró ugye megtért, és akkor ő vitte tovább a csapatot. Na most arról akarok beszélni, hogy teljesen mindegy, hogy gyülisztény vagy, vagy pedig úgynevezett agyas ember, vagy pedig különc. Azt mondja a példabeszéd 18.1, hogy a magas ember, az agyas ember, az megy a saját kívánságai szerint, és minden jó dolog ellen adakozik. Másfordítás szerint a különc ugye jár a saját maga útján. És teljesen mindegy, hogy egy hamis gyülekezetbe jársz, vagy pedig egy olyan magadat tanítványnak nevező magányos farkas vagy, aki minden jó ellen adakozol, és nagyon fontos, hogy nem lehetsz úgy tanítvány, hogy egyedül vagy, és az Úr hosszú ideje nem ad neked testvéreket, vagy pedig nem vagy hajlandó összejönni más tanítványokkal. Ugye tudjátok, van az az ige a zsidókhoz írt levélben, hogy el nem hagyván a maguk gyülekezetét, ami természetesen, mint minden egyéb ilyen gyülisztény dolog, ugye rossz fordítás, tehát ugye a görögben nem gyülekezet van, hanem epik, szinagógé, vagyis azt jelenti, hogy rágyülekezés. És ez az episzinagógé, ennek van egy igei alakja, mégpedig azon a kedvenc helyünkön, ahol ugye megtaláltuk a Wimberley-vel együtt a kötözést, csordozást, a Máté 18-ban, hogy ugye ha ketten-hárman összegyülekeztek az én nevemben, én ott vagyok közöttetek, igaz? És ott is azzal, hogy ha már ketten-hárman és az episzinagógénak egy igei alapja van. Tehát ha ketten-hárman már eleve rá vagytok gyülekezve az én nevemre, nagyon fontos, hogy ennek semmi köze a zsinagóga szóhoz, amikor egy épület van, és ott megy egy ilyen program. Tehát ez a rágyülekezés, tehát egy valamilyen céllal, tehát kifejezetten Jézus nevére gyülekezünk össze. Okay? És ugyanez van a zsidókhoz itt levélben, hogy el nem hagyván a magunk rágyülekezését. Magyarul, hogy... Let us not forget to encourage one another, actually. És hogy ne felejtsük el egymást buzdítani, mondja Lukasz. Which is not for working out too much if you're just sitting in chairs and looking at one person. Nyilván ez akkor sem működik, hogyha csak így egy irányba, egy személyre néző székeken ülünk egymás mellett. So it's not the classical church idea. Tehát ez nem a hagyományos gyülekezeti elképzelés. She's more talking about the complete opposite. Éppen inkább az ellenkezőiről beszél. Which is this order of 1 Corinthians 14. Ami az első korintusi levél 14. fejezetének a rendje. What Attila already talked about. Amiről az Attila már beszélt. To have different people who have different things that they can bring into. Ugye, hogy különféle emberek különféle dolgokat tudnak behozni. One has a teaching. Egyiknek van egy tanítása. The other has a word. Másiknak egy igeverse. A psalm. Vagy egy zsoltára. Revelation. Kijelentése. Tongue. Nyelveken szólása, magyarázata, prophecy, proféciája. So let everything be in order. Tehát minden szép rendben történjen. And for the edification of everybody. És mindenkinek az épülésére. And this is much better working. It's actually only working if you do that.
minutes. És ez sokkal jobban működik, igazából csak ez működik, ha itt tesz. In an order without this one guy who's just talking all the time. Hát jobban működik annál, mint hogyha csak van egy ember, aki egyfolytában beszél. És ha már az 1 Korintus 14-nél vagyunk, akkor ugye nekem az jutott eszembe, még Lukács beszélt, hogy van az a rész, hogy a Krisztus testéről beszél az 1 Korintus 12-ben, ugye amikor a testnek sok tagja van, és úgy mondja az ige, ugye, hogy bár egy test létezik, vagy a test egyként létezik, de sok taggal, illetve a tagok is ugye megvannak, de egy a test. És hogy azt mondja, hogy így van a messiás test, hogy nem mondhatja, most nem tudom, hogy melyik tagot fogom idézni, mondjuk nem mondhatja a szem a fülnek, hogy nincs rá szükségem, ugye, vagy nem mondhatja a száj a kéznek, hogy eldoblak, meg ilyenek. Tehát nagyon fontos, hogy a Krisztus teste az nem azt jelenti, hogy van egy-két magányos farkas tanítvány, aki megy össze-vissza. Ráadásul az nem is biblikus, mert hogyha mennek is, akkor is ugye Jézus a kettesével küldte őket ki. Tehát nagyon ritka eset, egyetlen eset van, amikor egy tanítvány megy, ez a, ha jól tudom, a Fülöp. De aztán ő is kért segítséget ugye a többi kiküldötte, az eredeti kiküldöttektől. Direkt nem mondom azt a szót, hogy apostol, mert ugye ez csak kiküldöttet jelent. Tehát a Fülöp, ugye ő egy üldöztetés során került el egy helyre, és akkor ő ott hirdette a hadi győzelmi híradását ugye Jézusnak, és akkor röpültek kifelé a démonok, ugye, és akkor szólt a többi kiküldöttnek, az eredeti kiküldöttnek, hogy gyertek, segítsetek befejezni a missziót, és akkor ők ugye imádkoztak, és megkapták a Szent Szellemet, a többi már bemerített tanítvány. And now many people will say, but Attila, Lukács, you always talked about you need to come out of the churches. De Attila, Lukács, sokan mondják, hogy te mindig arról beszéltek, hogy ki kell jönni a gyülekezetek. And you will be lonely and only few will go there. És akkor, hogy magányosan lesztek, és csak kevesen mennek. Will be in the desert. És akkor a pusztában lesztek. Well, yeah, that's true. Így van, igaz. But if you don't have the longing that you actually want fellowship with others. De ha nincs benned meg az a vágy, hogy közösségben szeretnél lenni másokkal. Then something is wrong. Ha valami nem stimmel. I mean, it doesn't matter, wow, I am alone, I can stay alone. Nem mindegy, vagy tök mindegy, hogy azt adod, hogy I can stay alone because I'm alone. I wanted also. Hát én egyedül vagyok, én egyedül is akarok maradni, meg tudok. You can get used to something which is not actually the will of God more all the time. Beleszokhatsz egy olyan dologba, ami nem is mindig Isten akarata. You know, John the Baptist, he was there in the desert from young times. Bemerítő János az ugye fiatal korától fogva a pusztában volt, ahol nem voltak repülőgépek, ugye? Until the word of God finally was flying to him. Amíg az Isten igéje végül oda repült hozzá. And then he started to preach and people came to him. És akkor elkezdett János prédikálni, és az emberek jöttek. And it said he had disciples. És aztán lettek neki gyakornok, vagy tanítványai. So he was not that weirdo prophet who pushed everyone away all the time. Tehát nem egy ilyen furabogár proféta volt, aki mindenki csak így ellökött magától. He was a prophet who still was a pushing away a lot of people. Vagy olyan proféta volt, aki persze sokakat eltaszított magától. But those who were hungry for the word, he was actually taking time, investing time. De akik éhesek voltak az igére, ővelük foglalkozott és időt szánt rájuk. And the same is for us. Igen, ez van nálunk is. No, we came out from churches. Persze kijöttünk a gyülekezetekből és a vallásból. From weird movements. Furcsa mozgalmakból. And then you're alone. Aztán persze, ilyenkor egyedül vagy. And of course we preach about that because you need to be ready for that. Igen, mi erről prédikálunk, mert erre föl kell, hogy készülj. But if we would like to stay alone, we would not make these videos. De hogyha egyedül akarnánk maradni, nem csinálnánk ezeket a videókat. Because then we could just stay under the grassroots, no one knows us, nothing happens. Mert akkor csak így valahol a fű alatt elmászkálnánk, és akkor senki nem tudna rólunk semmi. And yeah, the possibility would be easier to just stay alone. És akkor könnyebb lenne az, hogy csak úgy egyedül maradjunk. Which doesn't mean that everyone needs to make videos to find a brother. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy videót kell csinálnunk ahhoz mindenkinek, hogy ugye találjon egy testvért. Because it's happened already 2000 years ago. 2000 éve ez már megtörtént. They found each other. Megtalálták egymást valahogy máshogy. You know, they were spreading because of the persecution. Yeah, szétszorodtak az üldözés miatt. But they found each other back there some. De megtalálták egymást valahogy már valamilyen helyen. You know, they went out from Jerusalem, came to Antioch, for example. Kimentek például Jeruzsálemből, és Antiochiába kerültek. And then it said, oh, and there, you know, there were
believers was something that started there. És akkor ott voltak hívők, és valami elindult. There were teachers, there were prophets, tanítók, proféták. Several who encouraged the többen, akik bátorították. The disciples. A gyakornokokat. And you have all these letters written to the elders. Or megvannak írva a levelek, ugye a féneknek ezekben a kiívott fórumokban. So if it's several of these elders, hát hogyha több vén van, there must be several groups or several people, right? Akkor kell ott legyen több csoport vagy ember is, igaz? So it would not make sense to have just these renegade people running out everywhere. Nem lenne értelme, hogyha csak ezek a különcök itt szaladgálnak egyedül mindenhol. Így van, és ugye, mivel Laodíciában vagyunk, nekem mostában volt a fejemben, hogy mit lehet csinálni ezzel a meghidegült szeretettel, illetve ezzel a harmadik tövises talajra. Tudjátok, nemrég, ha jól tudom, kitettem a szociális médiára azt, hogy vannak dolgok, amit jobban kell félni, mint az Antikrisztus. Ez pedig az, hogy meghidegül a szívünk, hogy a világ gondjaival leterelődünk, ugye nem ez bent szeretet. Például a buta szüzeknél is nem az Antikrisztustól kellett, ugye csak, hanem attól, hogy nem volt olaj a lámpásban, igaz? Tehát nem a Szent Szellem vitte már őket. És ugye a Laodíciában ott az volt a probléma, hogy az emberek magukat azt hiszik, hogy ők gazdagok, meg mindenük megvan, meg nincs szükségük semmire, holott te vagy a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen. És ugye Jézus azt mondja, hogy igen, mert ugye náluk az van, hogy nem vagy se hideg, se forró, hanem ilyen langyi, tingli, tangli van, hogy hát igen, én keresztény vagyok, de úgy nem vagyok ilyen nagyon feltűnő, meg én nem akarok így beleszólni nagyon a dolgokba, meg nem kerem fel a taráskészket, meg az állóvizet, hanem így, hát így elsüviszkelek így úgy pót, úgy, ahogy még úgy éppen, hogy jó, senki nem köt belém, és I don't want to be responsible. Nem akarok felelősséget se vállalni. I live my own life. És saját életemet élem. And you live my your life. Fejselt a kis életedet. We have this, you know, this parallel universe. Megvan mindenkinek a maga kis párhuzamos univerzuma. It's not proper. De ez nem helyén való. És ami de ugye Jézus azt mondta, hogy ti langyosok vagytok. És hogy igen, van, ugye nekünk sok ellenségünk van azért, mert mi kimondjuk az igazságot, és pont ezért van amúgy sok olyan ember, aki viszont megtalál minket, mert végre ti is kimondjátok az igazat, és erre lenne szükség, és nem pedig a tömegnövelő szerekre, mint ugye a konditeremben. Tehát, mert ugye Jézus a testépítő, nem mi, ugye értitek a szójátékot. És amit akarok mondani, hogy Jézusnak van egy megoldása a langyosság ellen, és ugye azt mondja, hogy vegyél tőlem tűzben izzított aranyat. Na most ami az érdekes, én megkérdeztem az urat, hogy uram, mit jelenthet ez, hogy arany? És akkor azt mondta az úr, úgy érzem, hogy lapozzál a Bibliának azt a részét, ahol először találkozol az arany kifejezéssel, és ugye nem kell sokat lapoznunk az elejétől, mert mindjárt ott van, hogy az Édenben, tudjátok, voltak ilyen folyók, és az egyik a Piszón folyó volt, ha jól mondom a nevét, és azt mondja, a Piszón folyónál ott annak a vidéknek az aranya nem csak hogy jó, hanem hogy igen jó, tehát nagyon jó az aranya annak a folyónak, és akkor ott van még valami, ha jól emlékszem, ónixkő vagy ilyesmi. És erről az aranyról azt kell tudni, hogy egy olyan folyónál volt, aminek az a neve, ez jelenti héberül, megnézhetitek ti is, hogy tehát így kifakad egy ilyen forrás, az a Piszón eszembe ilyen kifakad egy forrás, és azt is jelenti, hogy szétszóródik. Tehát kifakad és szétszóródik. És amikor ti oda mentek, hogy szeretnétek az úrtól vásárolni tűzben izzított aranyat, akkor egyrészt ez az úrnak az aranya, és nem a tiéd, és nem a sátán, és nem a mammon, és nem az antikrisztusnak az aranya. Nem lehet az úrtól vásárolni aranyat. Az elásott állapotokat nekünk oda kell vinni a pénzváltók asztalához, hogy a Jézusnak a kereszt. És Jézus azt mondta, hogy a mennyek királysága hasonlít egy nem tudom, talán kereskedőhöz, ugye, aki sok kincset talált, igaz, és akkor eladta mindenét, hogy megvegye azt, hogy emlékeztek, van egy ilyen példázata. És mi az, amit el tudunk adni Jézusnak, ugye a pénzváltónak, mit tudunk neki odaadni? Oda tudjuk neki adni a bűneinket, igaz? Oda tudjuk neki adni az átkainkat, a betegségeinket, a kifogásainkat, a gyűlöletünket, a meg nem bocsátásunkat,
Tehát a negatív dolgainkat, a sötétségeinket, a hazugságainkat, az egónkat, a büszkeségünket, selfish will, a saját önző akaratunkat, identity, a saját, mindjárt mondom, tehát önazonosságunkat, oda tudjuk adni a karrierünket, az ambícióinkat, az apánkat, az anyánkat, a feleségünket, a gyerekeinket, a saját lelkünket is. Ugye mindazokat, amiket meg kell gyűlölnünk, ezeket oda tudjuk adni Jézusnak. Sőt, valakinek azt mondta, hogy aki nem ad le minden vagyonáról, tehát még a vagyonunkat is oda tudjuk neki adni. Tehát mindent oda tudunk neki adni, ami e világ szerint, ugye, tehát ez hiába valóság, mert ugye az örökké valóságban nem lesz értelme. Tehát a mammont is oda tudjuk adni. És tudjátok, hogy van hamis mammon, meg van igazi mammon. És a hamis mammonon nekünk szerezni kell a mennybe igazi élő mammonokat, ugye testvéreket, akik majd befogadnak az örök hajlékokba. És de a pénzkezelés nyilván ez egy másik videó lenne, most nem erre akarok kitérni, hanem arra, hogy vannak hiába való dolgaink ebben az életben. És ezeket te odaadhatod Jézusnak, és vásárolhatsz tőle tűzben izított aranyat. Ez az, amikor te azt mondod, hogy Jézus, itt vagyok, nem tudom, hogy kell csinálni, tudom, szeretnék ebből a tigli-tangli langyosból kijönni, és szeretnék tűzben izított aranyat tőled vásárolni. Most a tűzben izított arany szerepel még az egyik prófétánál, ha jól emlékszem, Jeremiásnál, amikor ott szintén van egy ilyen elkoborolt nép, és akkor azt mondja az Úr, hogy ti lesztek majd egy kipróbált ezüst, és megpróbált arany, vagy tűzben tisztított arany, és akkor titeket fognak az én népemnek nevezni. És ott az van, hogy meg vagyunk próbálva, a próbákban. És biztos láttatok már ilyen olyan aranyat, ami mit tudom én, tükröződik, és nincs benne koszt, tudjátok, van a karáté, nem vagyok egy ékszerész, valaki majd segít nekem. De a lényeg az, hogy az aranyat is először is tisztítják, és az aranyat addig tisztították régen ezek a mesterek, amíg a saját arcukat nem látták benne, mint egy tükör olyan volt, ugye az ezüst volt régen a tükör, ugye? És az atya addig tisztít minket, amíg a saját arcát meg nem látja bennünk, mert Jézus azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az isteni. Igen. És ott az adópénzről volt szó, és az adópénzen a császárnak az arcképe volt, tehát azt adod a neki, de Jézus ott nem állt meg, hanem azt mondta, hogy viszont te az igazi mammon vagy, és rajtad van az Istennek a képe, tehát te is egy pénzérme vagy, és rajtad van az Istennek az arca. Ugye az ember az Isten kép mására lett teremtve. Therefore, so James says that épp ezért mondja épp a Jakab, we should not like have a well with two kinds of streams coming out, bitter and sweet. Hogy ne legyen olyan kút a szánk, ugye, amiből egyszer jön édes és keserű. That you want to bless God with your mouth. Hogy ugye Isten meg akarod áldani az a te száddal. But you curse your brother who is made in the image of God. De meg átkozod a testvéredet, aki meg az Isten képére lett teremtve. That's a real mammon, your brother. Ugye a te testvéred az igazi mammon, ha úgy tetszik. Or should be your friend. Ő neki a barátodnak kell, hogy legyen. And you can make friends with the false mammon. És a hamis mammonból te, hogy mondjam, tehát megteheted azt a mammon, hogy szerezd magadnak barátodat. Igen. És nagyon fontos, hogy mi annyira Jézust akarjuk követni, akkor vissza kell menni ahhoz a hűkösdi Szent Szellem kiáradáshoz, ahol annyira jelen volt Isten szeretete, és úgy mondja, hogy nagy kegyelem volt rajtuk, és ott van egy, hogy vesző mert. A mert az azt jelenti, hogy valamit megindok, hogy miért volt rajtuk nagy kegyelem. Hú, de hát a kegyelem az ingyen van. Igen, de itt van egy indoklás, hogy miért volt rajtuk nagy kegyelem. Az első tanítványoknak az abcsel kettőben. Miért volt rajtuk nagy kegyelem? Azért, de lehet, hogy az abcsel 4-ben a kettő nagyon hasonlít, hogy azért, mert nem volt közöttük szűkölkör. Azért volt rajtuk nagy kegyelem, nem azért, mert hiszek Jézusba, azt csókolom. Nem. Nagy kegyelem volt rajtuk, mert nem volt köztük szűkölködő, mert akinek voltak ugye házai, vagy szántóföldjei, vagy extra dolgai, mit csináltak? Eladták nyilván az extrát, és beadták az apostolok, vagy ugye az eredeti kiküldöttek lábaihoz, és akkor ugye a német Sándor vett belőle 5 palotát, meg megvette az ATV-t belőle, ugye a Süveges Imrével együtt, és a Ráki Tamással természetesen, tehát a tanítványok pénzéből ugye ők
megcsinálták a maguk birodalmát, így olvassuk a Bibliában. Természetesen nem erről van szó, meg nem is arról van szó, hogy a Vatikánt fölépítették, meg a Szent Péter bazilikát, meg az összes ilyen csili-vili arannyal teli templomot, miközben a hívek meg éheznek. Hát természetesen az apostolok nem egyházakat építettek, meg csarnokokat, meg ugye nem a BPA-nak megvásárolták az új termet, tehát nem ugyan nem ezt csinálták, hanem azt mondja az ige, hogy ugye nem volt köztük szűkölködő, mert szétosztották a vagyont a tanítványok között úgy, ahogy kinek szüksége volt rá. Értitek? És amikor Péter kiküldi Pál apostolt, azt mondta, ugye Pál, hogy azt a meghagyást kötötte rám, hogyha megyek a nem zsidó népekhez, hogy emlékezzek meg a szegényekről, aminek én mindig is igyekeztem megtenni. És itt arról volt szó, hogy amikor Jeruzsálembe ugye bejött az éhínség, amit Agapusz proféta megjövendőlt, megprofétált, akkor a Pál apostol a nem zsidó népeknél az inkább az ilyen nagyobb, gazdagabb tanítványi körökben ugye gyűjtést szervezett, nem saját magának, nem azért, hogy a tizedet bezsebelje, hanem hogy a Jeruzsálemben levő szükségben levő testvéreknek a hiányát kipótolja, és akkor is azt mondta, hogy ne adjatok többet azért, tehát ami már túlmegy nektek, hogy már ti szükségbe lesztek, úgy ne adakozzatok, csak úgy, hogyha van fölöslegetek, abból adjatok, hogy ki tudjátok segíteni a tanítványoknak Jeruzsálemben a szükségét, értitek? If I remember well, it was even said that the Macedonians were even over their ability they wanted to give. Sőt, ugye azt is mondja, hogy a macedónok még a saját képességükön felül is akartak adakozni. Így van. Vagy Pál olyat mondott, hogy más csapatokat, ugye más hívő fórumokat fosztottam ki azért, hogy ne legyek én a ti terhetekre. Mert ott ugye Korintusban kemény szív volt. És igen, az egyik videómban beszéltem már az aténi ugye szellemiségről, ugye amikor mindig az új híreket keresik, az új tanítás, új hír, na mit akar ez a csacsogó, fecsegő, ingyen élő mondani, ugye a Pál. De most beszélnek a korintusi szellemiségről, ahol igen, megy a nagy karizmatikusság, a szuperszellemiség, a gazdagság mindenben, ugye, hogy ti már meggazdagodtatok nélkülünk, bárcsak mi is veletek együtt uralkodhatnánk. És ezek olyan gazdagok voltak, ezek a korintusiak, hogy tele voltak kegyelmi ajándékokkal, mindent csináltak. Persze volt, aki még abba se hitt, hogy van feltámadás, meg a bolondság volt. They knew everything. Meg mindent tudtak. But the knowledge was blowing them up. De fölfúvalkodott, tette az ismeret. So what is he rebuking them for? És miért dolgálja őket meg? About the Lord's Supper. Ugye az úrvacsora miatt. Because there were these splits. Mert voltak szakadások. And up until the point that they were taking the Lord's Supper actually for their own egész addig vették az úrvacsorát, hogy a saját kárukra. Igen, mert nem várták meg egymást, a gazdagok dőzsöltek, a szegényeket meg ott hagyták, ugye? És I'm for Paul, I'm for Peter. Én a Pálé vagyok, én a Péteré. I'm for Apollos. Én az Apollósé vagyok. I'm for Christ. Én meg a Krisztusé vagyok. It's so bizarre. Teljesen furcsa az egész. És ugye itt vezeti be ezt a test teológiát, hogy Krisztus teste, hogy nem mondhatjuk egymásnak, hogy nincs rá szükségem, hanem ahogy ugye Jézus is mondta, hogy ha probléma van a testvér, akkor béküljetek ki hamar, igaz, és rendezzétek a dolgokat. És nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy itt csak így eltűnnek emberek, és valami pletykát meghallnak, és akkor úgy nem szólnak egymáshoz a testvérek. Ugye, ami azt jelenti, hogy nem Krisztus tanítványai, tehát nem az úr szerint járnak el. És csinálhatnak bármit, tehát a Jézus azt mondta, hogy ha te leteszed az ajándékot, ha hozod az ajándékodat Istennek, akkor előbb békülj meg a testvéred, de hogyha valami panaszotok van egymásra. És csak aztán gyere is fogd az ajándékot, és vidd fel az oltárhoz. Tehát nem lehet Isten csak így dicsőítgetni, meg szolgálgatni, meg úgyhogy közben nincsen rendezve a testvéri kapcsolat. Ez a képmutatás. Tehát Krisztus nem leprás, hogy szanaszét legyen szakadva, meg szétessen. Tehát az nem a Krisztus teste. Tehát a Krisztus testében a tanítványok egyek. Ugyanaz a szellem van bennük, és Pál is azt mondja a filippieknek, hogy egy akaraton ugyanazzal a gondolattal legyetek, és ugyanazzal az indulattal, mint Krisztus. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is, ahogy Krisztus is ugye lejött Istenként a földre, ugye emberé lett, szolgává lett, engedelmeskedett a halálig, a kereszt halálig. És hogy ez az indulat legyen bennünk,
és azt mondja, hogy nincs velem senki, csak egy bogár, tehát nincs velem senki, azt mondja Pál apostol, aki ilyen indulattal lenne irántatok, csak Timóteus, mert mindenki a maga dolgával törődik, senki nem a Krisztus Jézuséval. De ezek ilyen furcsa dolgok, hogy igazából nekünk kéne a leginkább azok lenni, akik szeretjük egymást, és Jézus azt mondta, hogy mi is tartozunk azzal, hogy egymásért odaadjuk az életünket, igaz? Tehát itt nem jött be az, hogy tartósabb ideig összevesznek testvérek, hanem itt az, hogy le kell ülni, rendezzük a dolgokat. Aki erre nem hajlandó, az nem az Úr tanítványa, akármilyen szépen imádkozik meg, bármit csinál. Tehát azt mondja a kedvenc igény, tudod, 1 János 2:4, ugye ismeritek az igét, hogy aki azt mondja, hogy ismerem őt, de az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Nem azt mondja, hogy aki néhány parancsolatát megtartja, az úgy rendben van, nem. Aki nem tartja meg az ő parancsolatait, hiszen arra lettünk elhívva, nem csak arra, hogy elmenjünk, meg arra, hogy bemerítsünk, hanem arra is, hogy tanítsunk, hogy megtartsák a többiek mindazt, amit Jézus parancsolta az apostoloknak, tanítványoknak, gyakornokoknak, és íme akkor én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Rengeteg olyan ember, hogy bemerítkezik, jaj, de jó, betöltött a Szent Szellem, első szeretet, minden, tök szuperül elindulnak. De amikor jönnek a nehézségek, a próbák, hogy összeveszel a testvérrel, vagy valami nem stimmel. Jézus nem azt mondta, hogy egyszer megtértél, mindig üdvözülsz. Nem. Azt mondta, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. You know, he said the seed is falling on the rocky ground. Nem, azt mondja, hogy a mag beesik a köves talajra. Goes up. Kinő. Gets no water. Gets no water. Nem kap vizet. Has no root in itself. Nincs magában gyökere. Dies up. Kiszárad, vagy megnap. There's no fruit. Nem lesz gyümölcse. It doesn't sound like always saved. Nem azt mondja, hogy egyszer megtértél, akkor biztos, hogy üdvözlesz. And there was life, there was rebirth. Volt élet, vagy újjászületés. Check Hebrews 6. Megnézed a zsidókhoz írt levél 6. rész. That's also saying that ugyanazt mondja, hogy this ground that receives water, az a föld, amely ugye, esőt kap, it just brings up thorns, briars, de csak ilyen töviseket, püskéket hoz, that is close to being közel van az ápokhoz and destroyed, és a pusztuláshoz. So there is grace, there is water. Persze van víz, van kegyelem. If there's rocky ground, if there's a hardened heart, de ott van egy köves talaj, ami egy megkeményedett szív, there's no grace. Akkor ott nincs kegyelem, ott elbukás van. But on the third ground, where the world comes in, the sorrows, the worries. De a harmadik talajnál, ahol a világnak a gondjai jönnek ki, meg az aggódás. There's the grace, you know, oh, but God blesses me, I have so much. És akkor, jaj, hát kegyelem van, Isten megáldott, olyan sok mindenem már megvan. It doesn't matter. Tök mindegy. The word of God is being choked. Ez Isten igét elfojtja. És ebből lesz a langyos, langymatag Laodicea gyülekezet. Ugye azt mondta Jézus, hogy vigyázzatok, hogy szívetek megre mámorosodjék, ugye részegséggel, meg az élet dolgaival, ugye a megértés dolgaival. Hanem azt mondja, hogy imádkozzatok azért, hogy kimenekedjetek azokból a nehézségekből, ugye megpróbáltatásokból, amelyek majd el fognak jönni erre a világra. Hát ébernek kell lenni. És rengeteg, még tanítványnál is azt látom, hogy a világ gondjai megölik. Munka, 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 család, család, munka, nyaralás, munka, család, munka, nyaralás, munka, család, család, munka, 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 munka. És nem jönnek össze. Hát most nincs időm. Vettem 5-ig a ökröt, ki kell próbálnom. Vettem feleséget. Most ki kell, vele kell lennem. Vettem ezt a tavasz, légy szíves, ments ki engem. És azt mondja az ige, hogy a király, amikor ugye ez egy mennyegzős példázat, vagy valami, meghívták őket valami vendégségre. And he calls others, and then he says, és akkor ugye másokat is. Because those who were invited, hogy azok, ugye, hogy, first, hogy akiket először meghívtam, of those no one will receive, azok közül senki nem fogja ezt elfogadni. We don't want to condemn someone who is having family. Senkit nem akarunk károsztatni, aki dolgozik, vagy családja van. I know we need time. Tudom, hogy kell idő erre. Spend time with family. Családdal időt töltsünk. To get the work ordered as well. És hogy a rendbe szedjük a munkát. But there must be times to meet. De kell legyen arra, hogy találkoznak. Family, yes. Family time. Tehát családi idő kell legyen. So, hello.
Szia, mi is család vagyunk. We are brothers. Mi is testvérek vagyunk. And if they are brothers who don't have time. Hogyha olyan testvérek berár. Yeah, they are. Ha vannak olyan testvérek, akiknek nincs idejük. You know, the body is family. Tehát a Krisztus teste az egy család. And therefore this pishon word is so interesting. Hát ez a folyó, hogy pishon, ez egy nagyon érdekes. And the gold that's tested by fire. Ugye ez az arany, amit tűz tesztelt. Now Peter says our faith must be tested by fire. Peter azt mondja, hogy a hitünket tűzzel kell megtesztelni. Like this gold. Just az arany. That's persecution. Ez az üldöztetés. Do you think a fellowship that's under persecution is lukewarm? Szerinted egy olyan közösség, amelyet üldöznek, ott langyosság van? You think they say, oh, I think I don't need a fellowship. Szerintetek ők azt mondják, hogy hát nekem nincs szükségem közösségre. Oh, they were persecuting me, but I don't need prayer support. Üldöztek engem, ezért nincs szükségem már ima háttérre. It's like in the first world we are getting so lukewarm. Tehát itt a első osztályú világban, amit olyan nyugatnak hívunk, ott olyannyira langyossá válik. So easily. Nagyon könnyen. All of us. Mindannyian. I don't exclude myself from it. Nem mentegetőzök. But we really need to come to a point to understand it's... El kell jutnunk arra pontra, hogy megértsük. It's important, we need to feed us. Fontos, hogy... We need to feed us with the Word, with the Holy Spirit. Hogy táplálunk-e magunkat az Isten igével és a Szent Szellemmel. Also each other. Az, hogy egymással vagyunk. Because of the story with the five stupid virgins, for example. Ugye például ott volt az öt buta szűznek a története. This stuff is a real problem. Ez egy nagyon komoly probléma. Igen, és van az az ige, hogy ugye, hogy tegyünk jót mindenkivel, kiváltképpen az a hitünknek a, és nem úgy van, ahogy a Károly öt cselédjével, hanem a hitünknek a háznépével. Magyarul család vagyunk. Hát ahogy egy családapának van egy háznépe, ugyanúgy Jézusnak is van egy háznépe, és az mi vagyunk. Tehát nem csak mindenkivel, vagy minden mással tegyünk jót, hanem kiváltképp a hitünk családjával. Tehát nem cselédeivel, hanem családjával. Oké, házanépével. És nagyon fontos, hogy ha tanítványok vagytok szanaszét szórva, akár a világban, vagy akár itt az országban, hogy imádkozzatok azért, hogy Jézus az, aki ugye fölépíti az ő eklésziáját, hogy kérjétek Jézust, hogy kössön benneteket össze megfelelő testvérekkel, és tudjatok összejönni, legyen rá időtök, a ponérosz azt tagadjátok meg, ugye a ponérosz ez amikor minden gondotok van, hogy ez a szabadíts meg a gonoszt, hogy egy nyűgös, bajos, kínlódásos, mint az egyiptomi fáraónál, hogy mindig piramist építünk, nincs időnk arra, hogy Istennel legyünk, hogy egymással legyünk, és egymással én nem azt jelenti, hogy akkor el kell menni egy gyülekezetbe. Egymással lenni azt jelenti, hogy bárhol kettő-hárman összejönnek. Persze nem baj, hogyha sokan is össze tudtok jönni. De a lényeg az, hogy legyen időnk egymásra. És most tartsuk egymással a kapcsolatot. Gondoljatok bele, hogy vannak ilyen kis szakadár csoportok, és akkor ott állunk majd az ítélet napján Jézus előtt, és akkor hát én őket nem szerettem, mert azok ítélkező kemények voltak, vagy úgy meg ahol. És igazából mi a szeretetet hirdetjük, de ők olyan ütőközők. Hát ez nem működik, gyerekek, hogy én szeretlek, de csak távolról. Most megint hallottam egy ilyet, én nagyon szeretlek, de csak távolról. Ilyen nincs, hogy távolról. Tudjátok mi azt, hogy szeretet? Oda jössz hozzá, és megmosod a lábát. Na ez a szeretet. Nem távolról kell szeretni, hanem lábat mosni, ahogy az Úr Jézus csinálta a Péterékkel, meg a többiekkel. És a langyosságban itt benne van a lábmosás. És Jézus azt mondta, hogy aki már egyszer bemerítkezett, nem kell neki hogy aki már egyszer meghalt magának, nem kell azt, hogy újra megfürödjön, hanem azt a lábát kell megmosni. Na most ez az, ami hiányzik, hogy nem mossuk meg egymás lábát, igaz? Hanem, hogy összevesztem, az valamivel nem értek egyet. Ez így nem működik. Hanem... There's another problem with this whole lukewarmness. És van még egy probléma a langyossággal. People will say, oh, you see it totally wrong, and I know it better. Vagy az emberek azt mondják, hogy te mindent olyan rosszul látsz, és én jobban tudom a dolgokat. Because now you talk about some logical things and excuses or whatever. Mert hogy te logikus dolgokról beszélsz, te meg kimagyarázod, vagy ilyesmi. Or maybe some texts out of context. Vagy szövegkörnyezetéből kiragadott igéből igét tanítasz. But the problem is that, you know, the lukewarmness makes blind.
De az a probléma, a langyosság, hogy megvakít. You know, Jesus says, you say, you, I see. Jézus azt mondja, hogy én látom. And I'm close, well. Ja, nem, hogy Jézus azt mondja, hogy mi mondjuk azt, hogy mi látók, jól föl vagyunk öltözködve. But you're actually blind. De igazából te vak vagy. You're naked. Mesztelen. And he says, take, buy from me this this ointment. És ugye Jézus azt mondja, hogy vegyél tőlem ilyen szemgyógyító ívt, vagy olajat. I had an issue with my eyes lately. Nekem volt nem is olyan régen problémám a szememben. And it was a real help and healing to put some oil into my eyes. És nagy segítség volt és gyógyulás, hogy olajat tettem a szememre. And you know, in the first moment for 1-2 hours, it's like everything is blurry. Az első 1-2 órán keresztül minden ilyen homályos. But it helps you to get, you know, the eyes liquid again. It's not dry, it's not itchy. De segít abba, hogy a szemed újra átnedvesedjen, és nem fog viszketni, meg nem lesz száraz. And afterwards will be better. Aztán jobb lesz. And it really reminded me of these. Félek erre emlékeztetett ezekre az igékre. Now we need this anointing of the Holy Spirit. Meg kell, hogy legyen bennünk a Szent Szellemnek ez a fajta kenete. We don't just look at something, but it's itchy and we don't see it clearly. Tehát nem csak úgy nézegetünk valahova, és akkor viszket, és akkor nem is tisztán látunk. No, the Holy Spirit needs to just get our eyes really like. Megmuszáj a Szent Szellem. Hát elászvassa a szemünket. Soaked with his presence. With elászvassa a szemünket az ő jelenlétével. His power is healing. Az ő erejével és az ő gyógyításával. You know, under the anointing, yokes break. Ugye a kenet alatt igák törnek össze. And there must be yokes broken in our eyes, in our spiritual eyes. Kellenek, hogy a igák törjenek össze a szemünk, szellemi szemünk előtt is. Because we don't see clearly. Hát nem tisztán látunk. We say we have everything. Azt mondjuk, hogy mindenünk megvan, meg tök jó rendben vagyunk. It's very, very dangerous. Ez egy nagyon veszélyes dolog. And Jesus says, you know, whom I love. És Jézus azt mondja, hogy akit én szeretek. I chasten and rebuke. Megfeddem, megfenyítem. Therefore be eager and repent. Tehát légy buzgóságos, vagy igyekez és térj meg. Like quickly repent. Gyorsan térj meg. He wants all these ecclesia to repent. Az egész ecclesiának azt akarja, hogy térjünk meg. Where he has a problem. Ahol van probléma. And you know, he says he is vomiting us out, basically. Jézus azt mondja, hogy különben ugye kihány minket. If we don't repent. Ha nem térünk meg. Így van, tehát nem mondhatjuk testvérként azt, hogy én jól el vagyok. Hogy igenis, van egy ilyen szindróma, ezt is láttam előfordulni, hogy amikor úgy mondják a testvérek, hogy nekem ez így jó, én így el vagyok, nekem erre nincs időm. Yeah. Akkor itt megint nem Jézus halt meg, vagy mi nem meghaltunk Jézussal, hanem elvileg azt mondja a Pál apostol, hogy élek többé, nem én, akkor milyen nekemről beszélsz, hogy nekem nincs idő, nekem ez így jó. Mi az, hogy nekem? Nincs olyan, hogy nekem, olyan van, hogy Krisztusnak mi a jó. Hogy így kéne imádkozni, hogy Uram, te mit akarsz? Neked ez így jó? Neked van időd? Tehát meg kell térnünk ebből az önzésből, mert azt mondja a Pál apostol, hogy az utolsó időkben lesznek nehéz idők, mert az emberek lesznek önzőek. És mi a második, azt hiszem pénzsóvárat, igaz? Bejön az önzés, meg a mammon. Mindjárt, ugye a gyönyöröket hanyászok, akik az Isten nem szeretik, csak a gyönyöröket. Nagyon fontos, hogy meg kell térnünk ebből az önközpontúságból, és a tanítványok vagytok, imádkozzatok Istennek, minden lehetséges, meg annak is, aki hisz, és aki azt mondja, hogy nekem van, annak adatik. Aki azt mondja, hogy nekem nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Tehát jó vigyázzatok, hogy hogyan hallgatjátok. Tehát, hogy azt nekem nincs időm, have no interest, nekem power. Nincs érdeklődésem, nincs erőm, nekem most nincs jó kedvem, nincs kedvem hozzá, akkor tőled elvétetik, akkor te az egy talentumos gonoszoló. De hogyha úgy állsz hozzá, hogy köszönöm, Uram, hogy te tudsz nekem adni időt, köszönöm, Uram, hogy te tudsz nekem adni jó kedvet, köszönöm, Uram, hogy te tudsz nekem adni elhatározást, döntést, és rá kell szoptatok erre csak azért is hitre. Nem érdekelnek a körülmények, Isten igéje mit mond. És nekem az kell, amit Isten mond, és emlékezzetek, hogy Jézus úgy fogant meg, hogy volt valaki, aki azt mondta, hogy legyen nekem a te igéd szerint. Ugye, így fogant meg Jézus. Most miből gondoljátok azt,
hogy az Úr Jézus élete meg tud bennetek fogadni, ha nem azt mondjátok, hogy legyen nekem a te beszéded, tudnélek az Isten igéje szerint. Ha ti azt mondjátok, hogy hát nekem ezt mondta a Szent Szellem, meg kaptam egy ilyen kijelentést, meg most erre van kedve, meg arra van kedve. Hányan káromolják a Szent Szellemet azzal, hogy az Isten igéjével szembe menve hivatkoznak egy proféciára, vagy egy kijelentésre. Tehát ez a Szent Szellem káromlás, mert megmondja, hogy nevedd az Úr nevét, hiába a te szálltad. Tehát nem mondd a Szent Szellemre azt, amit csak a te saját szívednek a proféciája. És tehát mit tudom, hogy a Szent Szellem azt mondta, hogy most még várjak, hogy nem kell megbocsátanom, meg mit tudom, majd megkérdezem az Urat, hogy kibéküljek-e a testvére. Miről beszélsz? Már le van írva, az nem kell kérdezni semmit. Hát ami már parancsban le van adva, írott kijelentésben, ott neked semmit nem kell kérdezned, hanem engedelmeskedned kell. Azzal, hogy te még megkérdezed az Urat, csak a saját gonosz, hitetlen szívedet bizonyítod. Mit kell azon kérdezni, hogy parancsban van adva? Ezt mondok egy példát, katonaság. Kiadta valamelyik felettesed a parancsot, hogy mit kell csinálni, és te oda mész egy másik felettesed, hogy figyelj, biztos, hogy azt mondta a felettes? Biztos, hogy ezt kell csinálni? Ez parancs megtagadás, gyerekek. Tehát igen, van ilyen, hogy Isten országában parancs megtagadás. Nézzétek meg, hogy Péter mit csinált, igaz? Uram, egész este halásztunk, meg nem fogtuk semmit. Menj a francba innen, Jézus, én megyek aludni. Adjál békén a hülyeségeiddel. Most nincs időm, meg majd megkérdezem a Szent Szellemet. Nem, mit mondott Péter? De a te szavadra kivettem a hálót. Tudjátok, ezért szerette Jézus Pétert, ezért volt ő egy jó, tehát volt sok hülyesége neki, de ez tök jó volt Péterbe, hogy de a te szavadra. Vagy amikor elment egy rakás ember, mert ő csak a veszendő kenyerekért jöttek, és Jézus megkérdező, hogy ti is el akartok menni? Péter azt mondja, Uram, hova mehetnék, örök élet beszéde vagy igéje, logosz a kijelentése van nálad, ugye? Kinyilatkoztatása. Tehát Péter az ige miatt jött. És tudjátok, néha be kell dobni a szűrőt, hogy ki az igazi tanítvány. Akik hallgatják és megcselekszik, igaz? Az Isten igéjét. És néha be kell dobni olyan szűrőt a idézőjel testvérek közé, ami leteszteli az ő szívüket, hogy megtartják, vagy ellenállnak, mert megvan írva a Péter levelében, hogy Isten ugye nekünk adta sarokkőként ugye az igét, amely számunkra ugye becses, ugye sarokkő, de azok számára, akik ugye elbuknak, igaz? Vannak ilyenek, akik megbotránkoznak, igaz? Számukra ugye a pusztulás. És hogy vannak, akik a sarokkőben ugye Jézuson az Isten igén elbuknak. Tehát te nem mondhatod, hogy szereted Jézust, hogyha egy olyan apró dolgot nem tudsz megtenni, hogy rendezz a testvéreddel mondjuk egy konfliktust, érted? Akkor nem vagy Krisztus követője, hanem saját magad követője vagy, és egy szentimentális, szellemi röpködő, vagy egy megtévesztett valaki. És Jézus azt fogja mondani, hogy miért mondod nekem, hogy Uram, Uram, ha nem mondod, nem csinálod, amit mondok. És mi az ilyen igék miatt vagyunk ítélkezők, törvénykezők, kontrolláljuk az embereket. Nem, hanem mi az Isten igére tanítjuk az embereket, és felhívjuk a figyelmeteket, hogy Isten igéje az ugyanaz ma is. És nem tehát nem a mi problémánk az, hogy mi eszetekbe jutatjuk az igét, hanem igazából ilyenkor ti vagytok az ítélkezők, ti vagytok a szeretet nélküliek, és ti vagytok az önzőek, és ti vagytok, akik kontrolláltok, hiszen a saját életeteket kontrolláljátok, holott ti már meghaltatok a Krisztussal. Magyarul lázatok Isten igéje ellen, és boszorkányok és varázslók vagytok. It's actually an interesting thing that someone. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha valaki így reagál. If you speak about something, you should actually do this and this. Ha valamiről azt adott, hogy ezt igazából neked meg kéne tenned. Because word says that and that. Mert az Isten igéje ezt is azt mondja. And when you see people reacting. És akkor látod, hogy az emberek így reagálnak. Just some bomb goes up. Hogy fölrobbannak. It just means they don't want it. Ez azt jelenti, hogy ők nem is akarják ezt. And they know they should. Tudják, hogy igazából kéne tenniük. And it's making them really uncomfortable to hear the truth. És teljesen kényelmetlenné teszi az őket, hogy hallják az igazságot. Because you also see people when you tell them something.
mert ugyanúgy van az, hogy látsz embereket, hogyha elmondasz nekik valamit. Even if it's uncomfortable. Még akkor is, hogyha számukra ez kényelmetlen. They say, thank you, I don't want any problem in my life. Azt mondják, hogy köszönöm szépen, hogy ezt elmondod, nem akarok semmi problémát az életemben. Actually, what do you, like, they even ask further Sőt, questions. Még tovább kérdeznek. What exactly, how do you see it? Konkrétan, hogy látod ezt? És akkor még meg is akarnak térni meg, hogy köszönöm, hogy elmondtad. Igen, ma is volt rá példa, hogy valakire a Lukasz, ugye neki van egy olyan ajándék, hogy látja a dolgokat, és rámutatott egy olyan dologra, amit nem vettünk még észre annál az illetőnél, és megköszönte, hogy hú, de jó, hogy ezt a problémát felhoztad, akkor ebből is meg akarok szabadulni. És innen látod az alázatos és a kevés vagy a büszke közt a különbséget. És talán ez egy jó zárás, ugye, hogy fedd meg a lücset, szeretni fog téged, igaz? És egy másik ige, fedd meg a bolondot, vagy a csúfolódót, és ugye meg fog téged gyűlölni. Tehát nagyon fontos, hogy ha van helye az intésnek, ugye így kezdődik a Filippi levél második része, ha van helye az intésnek, ugye, nálatok. A van helye ugye a feddésnek, a bátorításnak, az irgalomnak, stb. De az első az az intés. És ha te olyan hívő vagy, aki nem fogadod el az intést az Isten igéje alapján, akkor te leszel a bolond szűz. Mert a bolond az, hogy fedd meg a bolondot, és meg fog téged utálni. Honnan tudod, hogy bölcs szűz vagy? Hogyha feddést kapsz, akkor megköszönöd. Ha megutálod a feddést, akkor bolond vagy. Mondhatsz te, amit akarsz. Gyűlölöd az Isten igéjét, mert nem lehet Jézusból válogatni, kiolózni az igéből részleteket. Mert akkor te bálványimádó vagy, faragtál magadnak egy hamis antikrisztus, egy hamis Jézust. Egy más Jézust, egy más szeret, más evangélium. Csak addig követem Jézust, amíg nekem ez kényelmes. Pedig azt mondta Jézus, hogy vegyétek fel minden nap a kereszteteket, igaz? A hitéleteteknek első két éveben utána már nem kell. Ugye, érted? Take up your cross every day only on the first 2 years in your walk. Tehát, hogy csak az első 2 évig kell fővenni a keresztet, nem? Na, utána már nem kell. Sok tanítványnál ezt látom, de nem. Minden nap vedd fel a keresztet, és minden nap engedelmeskedj az igének. The Antichrist spirit is actually that one. Az antikrisztusi szellem az igazából az, that you can read that in 1 John, that does not confess. Az első Jánosban olvashatod, hogy nem vallja meg. That Jesus came in flesh. Hogy Jézus testben jött el. That he manifested himself in flesh. Tehát testben mutatta meg magát. Okay. Értitek? Why do so many false church leaders have the Antichrist? Miért van annyi hamis gyülekezeti vezetőben ott az antikrisztusi szellem? Because they don't confess that. Mert ők nem vallják azt meg. God came in us, in the flesh. Hogy Jézus rajtunk keresztül együtt is megjelent a testben. Because they don't confess that God comes in my brother. Mert azt, nem mondják nektek, hogy Isten akár a testvéren keresztül is meg tud nyilván. I'm the pastor and you're the sheep. Én vagyok a pásztor, te csak a birka vagy. And you're not Lord. És nem vagy több. And I'm important. És én vagyok a fontos. But if we see renegade Christians. De hogyha látunk ilyen különc keresztényeket, then the same thing works out. Ugyanez dolgozik. That, you know, I am the disciple. Én vagyok a tanítvány. God is in me. Isten bennem. I don't care about the other brother. Nekem nem érdekel a többi testvér. You know, if you really would believe that God is in the other brother. Ha tényleg elhinnéd, hogy Isten bennem van a másik testvérben. You would not deal with them like this. Akkor nem így bánnál velük. This is an antichrist. Ez egy antikrisztusi szellem. It's a false Christ. Hamis Krisztus. Oh, Christ loves me. Oh, Krisztus szeret engem. Christ loves the other one at the other end of the city. Krisztus szereti a másikat a város másik végén. And there I love him the most and the best. És akkor, There I love him the most and the best if he stays in his part. És én akkor szeretem őt a legjobban, hogyha a városnak ő azon a részén marad. Tehát, hogy ez a távolról szeretlek. Tehát ez a nem békülök meg veled, de szeretlek. Csak hagyjál békén, ilyen nincs csak az Isten országában, tehát ismétlem a lábmosást. A lábmosást nem tudod interneten vagy távolról megcsinálni, a lábmosást úgy tudod megcsinálni, hogy odajössz és leülszel egy asztalról és beszélgetsz. A lábmosás nem csak azt jelenti, hogy a lábat mosod, hanem az, hogy szolgálsz felé. És ugye a nagyobbik szolgál a kisebbnek. És amikor ilyen van, hogy én távolról szeretlek, akkor tudjad, hogy képmutató vagy, te nem, neked hamis szereteted van. És akkor te, ha ilyen ember vagy, akkor téged Krisztus távolról fog szeretni, majd a tűz tavából ott fog szeretni,
Nagyon szeretlek, de jó lesz ott a tűztavában neked. Mert úgy bocsát majd meg neked Krisztus, ahogy te megbocsátottál neki, a távolról bocsátottál meg neki, akkor azt fogja mondani Jézus, hogy dobjátok őt a tömlőcbe, amíg ki nem fizeti az összes tartozását. Mert könyörgött neked, hogy ő... Will not come out until he has paid everything. Ezt mondtam, ennyi van. Amíg nem fizeted meg. Tehát így Krisztus a mi atyánkban úgy bocsát meg, vagy az édesapa úgy bocsát meg, ahogy mi megbocsátottunk egymásnak. Ha szeretnéd, hogy te így távol legyél Istentől ott a pokolban, és úgy bocsásson meg neked, akkor nyugodtan lehetsz így a testvéreddel, hogy távolról szeretve megbocsátasz neki, de aztán nem akarsz vele többet találkozni, mert nincs közötök. Rendben van, akkor ti dolgotok, de akkor azt mondom, hogy mielőtt megálltok imádkozni, sőt nem is imádkozhattok, mert azt mondja, hogy mielőtt megálltok imádkozni, bocsássatok meg. Meg hogy hívjátok fel egymásnak, beszéljétek meg. Tehát ilyen nincs ez a letiltjuk, elnémítjük, eltűnünk a színről, ilyen nincs. Mert behallottál egy pletykát valakiről, és akkor nem hívott föl. Eleve bűnös vagy, ha pletykára hallgattál, és nem kérdezett meg a másik test, akiről pletykálkodtak. Really, you say I don't want to have contact? Hát, testvérem, nem akarok vele többet kapcsolatba kerülni. Jó, akkor majd veled meg Jézus nem fog kapcsolatba kerülni. Mert úgy fog neked megbocsátani. Tök jó, szuper, tehát véred a fejedre, nem? Hát nem ezt mondta Pál apostol is? És akkor mondják, hogy mert mi átkozzuk az embereket. Nem, hát. Ha nem szereted az Úr Jézus, legyél átkozott. Nincs benne a Bibliát? Ott van. Hát saját magadnak csináld a baj. Mi csak az igét mondjuk. Sajnálom, ha nem tetszik Isten igéje, akkor talán borulj a térdeidre, és az igazi Jézushoz térjél meg. Úgyhogy nem tudok más mondani. Úgyhogy itt az ideje, hogy a langyosságból kijöjjünk, és elkezdjük egymást szeretni, ugye, ahogy azt az Úr Jézus parancsolja, és még valami, hogy a parancsolat célja, ugye, a képmutatás nélkül ittből fakadó szeretet. Hoppá. Tehát mi itt nem törvénykezünk, nem parancsokat osztogatunk, hanem gyakorlatba ültetjük, hogy ne csak szóval szeressetek, ne csak nyelvvel, hanem cselekedetekkel és valóságosan. They said the same thing to Jesus. Jézusnak is ezt mondták, hogy And you know, he said, I don't judge anyone. És akkor Jézus azt mondta, hogy én nem ítélek senkit. But the word that I speak with. De az Isten, de az ige, amit kimondok majd, az fog ítélni. We don't judge anyone. Mi nem ítélünk senkit. We just speak the word. Kimondjuk az igét. If you feel judged, then possibly it's because of the word. Ítélve érzed magad, akkor ez az ige miatt van. And you should react to that itching. És erre a viszketésre neked reagálnod kéne. Because it's harder to have that itching in the fire later. Mert később nehéz lesz a tűzben ezzel a viszketéssel együtt lenni. A viszkető fül arról beszél a Lukász, hogy a keresnek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Tehát csak azokat hallgatjátok, akik így tetszenek, meg ilyen szépeket mondanak. Most is elköszöntöm valakitől, aki ilyen Todd-White, meg ilyen mindenféle, meg a GG nyilvának a gyerekeinek a hülyeségeit hallgatja, meg minden, és akkor röpköd ide-oda. Meg ilyen Hillsong hamis humanista ilyen evangéliumot hirdet, hogy ilyen jókat cselekszünk, de közben tök világias az egész. Tehát nem, gyerekek, nem lehet ezt szórakozni. Vagy szeretjük a világot, de akkor nincs meg az Atya szeretete a szívünkben, vagy pedig keresztre vagyunk feszítve a világnak, és a világ meg nekünk. Tehát most már tényleg ideje lenne úgy élni, hogy az ige mondja, és nem bohózkodni. Mert Istennek nem cirkusza van, hanem teste. Krisztusnak nem cirkusza van, hanem Krisztusnak teste van, értitek? Itt, hogy be lehet fejezni a bóckodást, és vegyük Istent komolyan, és nem úgy mondjuk, hogy mi most olyan nagyon frankók vagyunk, hanem azt mondjuk, hogy igenis legyen meg a vágy a szívedben, hogy te az igét akarod követni. Mert boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igazságot, mert ők elégítetnek meg. Hogyha te nem az igazságot éhezed és szomjozod, soha nem leszel megelégedve. És soha nem lesz neked nyereséged, mert megvan írva, hogy nagy nyereség az Istenfélelem, ugye megelégedéssel, hoppá, a megelégedés meg akkor lesz, az igazságra szomjazó, akkor leszel megelégedve. Úgyhogy, ugye, és itt az igazság van, hogy a igazságos mi voltra, ugye, várjál? Azt hiszem, igen, hogy az igazságosságra éhezel, ami azt jelenti, hogy olyan vagy, mint amilyennek lenned kell. Úgyhogy vegyünk tűzben tisztított aranyat, tehát imádkozzunk egyet, hogy Istenem, Jézus, kérlek, hogy odaadom most a bűneimet, a gonoszságomat, a hazugságaimat, a képmutatásomat, a testvérektől való távolmaradásomat,
neheztelésemet, pletykáimat, hazudozásaimat, önzésemet, a világ gondjait, az időpazarlást, és még tett hozzá, amit most a Szent Szellem mond, hagyok neked egy kis időt. Odaadom neked, Úr Jézus, a pénzváltók asztalára ezeket a dolgokat. Nem tudok ezekkel mit csinálni, nem tudok megjavulni. El van ásva a földben, a szívemben ez a talent. Most odaadom neked. És kérlek, hogy te adj nekem ehelyett tűzben izított aranyat. És égess le mindent az életemből, ami fa, ami széna, ami bozdorja, ami éghető, az mind most égjen el, mint az ítéletkor azzal együtt bemenjek a gyehennába. Éges ki, hogy megkobbált legyek. Hadd ne essek olyan arany, amelyre ha ránézel, akkor a saját képedet látod. Mert a tanítvány, ha teljesen felkészült, olyan lesz, mint a mestere. And Father, let us watch each other. És atyánk, add, hogy tudjunk egymásra odafigyelni. Like the elders. Mint a vének. So that not a bitter root grows up inside of us. Hogy a keserűség gyökere ne nőjön föl bennünk. That no one becomes a worldly man. Hogy senki ne váljon világias emberi. Like Esau was. Mint amilyen Ézsau volt. Who sold his firstborn right. Aki eladta az elsőszülöttségük jogát. For a meal of lentils. Egy tál lencse levesért. And he could not find a room for repentance. És nem talált helyet a megtérésnek. Although he sought it with tears. Pedig könnyek között kereste. Let us not have this bitter root that defiles many. Add, hogy ne legyen ilyen keserű gyökerünk, mely sokakat megfertőz. That is running after taking care of my own problems. Yep. That is taking care of our own problems. Well, csak a magunk. Let us not have this bitterness that takes care of our own problems. Az a fajta keserűség, ami miatt csak a saját problémáinkkal foglalkozunk. Because we don't trust in the solutions of you, God. Mert nem a te megoldásaidban bíztunk, Istenünk. Because we became bitter towards you and people. Mert veled szemben és emberekkel szemben is keserűvé váltunk. És add meg nekünk a lábmosás szellemét, hogy egymást különnek tartsuk magunknál, hogy mindenki ne csak a maga dolgát nézze, hanem a másokét is. Hogy egymás terhét hordozzuk, és így töltsünk be a Krisztus törvényét. Mert minden parancsolat abban teljesedik be, hogy szeresd Istent, és szeresd vele barátodat magadat. Szabadíts meg a képmutatástól, és az ajkakkal való szolgálattól. És tégy minket halódi, gyakorlatias gyakornokokká, mint amilyen te is voltál. És gyakorlatban áldoztad fel a testedet értünk a kereszt. Add, hogy mi is az életünk adni egymásra. Jézus nevével. Ábrek. Bocsú, Lukasz és Attila vagyunk, Isten királyságából, és hisszük azt, hogy ez az ige bement a szívetekbe, mert ne az Antikrisztustól féljetek, hanem ezektől a problémáktól, amikről beszéltünk. Isten áldjon benneteket, sziasztok! Sziasztok!